Köszönöm szépen, szép jó estét kívánok mindenkinek, megérkezett a tavasz, remélem mindenki észrevette. Ilyenkor az ember nagyon várja, de rájöttem, hogy attól függ, hogy hány tavaszt élt meg az ember. És tudom az is például, hogy én sokáig úgy gondoltam, hogy jól állnak a pluszkilók. De nem áll jól, nem. Itt ül a derekamon körbe mindegyik. És a férjem meg is jegyezte ezeket a pluszkilókat, hát volt kiabálás, meg sírás. Aztán, amikor abba hagyta a sírást, akkor ő is belátta, hogy ez viszont nagyon durva dolog volt. Érdemes lett volna lefotózni a fejét ezután a beszélgetés után, és így elgondolkoztam rajta, hogy tulajdonképpen manapság már mindent lefotózunk. Magamról szerettem volna egy tökéletes képet, ezért elmentem egy fotóshoz, begöndörítettem a hajam, gyönyörű sminket készítettem magamnak, a fotós pedig azt mondta, hogy keres egy hozzám illő számot, hogy így el tudjak lazulni. Hát ha hiszik, hanem egy Beatles számot rakott be. Azzal védekezett, hogy de ez a legújabb szám. És igaza van, tényleg nem hallottam még. Lement a fotózás, és hát az ember rögtön akarja látni a végeredményt. Hát amit én láttam, az a gyönyörű füstös szem, amit készítettem, a cseresznye száj, hát úgy nézett ki a fotó, mint egy ilyen bozótűzből szabadult koala. És az a sejem blúz, amelyik ráomlott a derekamra, hát nem is volt derekam. Hát konkrétan úgy nézett ki, mint egy ilyen megpakolt bevásárló szatyor. Mutattam a férjemnek is a nyers képeket, ő ránézett, és annyit mondott, hogy hát így nézel ki. Viszont ahogy rendezgettük a régi képeket, egy régi fekete-fehér fotón, egy nagyon régi disznóvágást örökítettünk meg, és mondom a gyerekeknek, hogy az régen, az meló voltám. Képzeljétek el, hogy mi régen még belet is mostunk. És így gondolkozik a fiam, hogy hát tudta, hogy durván isznak ilyen egyes alkalmakkor, de hogy mégis kinek a belét kellett kimosni. És mondom neki, hogy gondolkozz egy kicsit, jó? És elkezdte sorolni, hát, hogy mondtad, hogy a papa nem volt ott. Akkor a disznóét. Mondom, igen, képzeld el a disznóét. És erre így felkiáltott, hogy akkor tudom, hogy miért szokott annyira visítani. Viszont valahol városban ez még mindig kuriózumnak számít, úgyhogy így fordulhatott elő, hogy én az 50. születésnapomra ajándékba egy ilyen háromnapos, két éjszakás, két főre szóló wellness disznóvágást kaptam ajándékba. Férjemmel mentünk el, és tényleg nagyon szórakoztató volt, volt kolbásztöltő verseny is. A Böllér egy ilyen váratlan alkalommal elkiáltotta magát, hogy most mindenki fogja meg a hozzá legközelebb eső kolbászt. Én meg elbambultam egy kicsit, és arra lettem figyelmes, hogy a Böllér ott áll mellettem, és azt kérdezi, hogy most a kolbász nem volt ismerős, vagy rövid a kezem. Én meg zavaromban annyit mondtam, hogy hát sajnos elment a férjem, és elvitte magával. De valaki azt gondolná, hogy ez volt a legkínosabb dolog velem a héten, nem. Elkísértem a nagynénémet ilyen vizsgálatokra az STK-ba, és tényleg össze-vissza jártuk az összes emeletet, nem tudom, hanyatszorra szálltunk be a liftbe, és ott vagyunk ketten, ott áll a liftes fiú, és azt mondja a nagynéném, hogy te, én ennek adok egy kis pénzt. De mondom, nem kell, nem szükséges, de én adok neki. Odalépett, a kezébe nyomott egy 500-ast, ő is szabadkozott, hogy tényleg nem kell, de azt mondta a nagynéném, hogy annyit utaztunk már ma. És kiszállunk a liftből, és arra lettünk figyelmesek, hogy mindenki a folyosón egy irányba néz, és akkor látom, hogy egy börtönőr jön, és egy rabot vezet szíjon. És oda mentek az ajtóhoz, kijött az asszisztensnő, és elkezdte sorolni, hogy milyen vizsgálatok várnak az elítéltre. És a börtönőr látom, hogy így néz, és azt mondta, hogy hát, itt leszünk egy darabig. Mi az elítélt azt mondta, hogy hát, én ráérek. És ezek után már nem őket nézték az emberek, hanem egy néni egy 10 méterrel alébb felállt, és elkezdett kiabálni, hogy ő már 3. órája vár, és hogyha most azonnal nem hívják be, akkor ő rendőrt hív. Na most ezt az ápoló megelégelte, az asszisztensnő megelégelte, megfogta a börtönőrt, odaállította elé, és azt mondta, na, mama, itt a rendőr. Azt mondja, ez nem rendőr, de bizony az. Erre a néni végignézett rajta, és azt mondta, hogy ez csak egy férfi.
A börtönőr meg kihúzta magát, hogy na végre valaki, aki meglátja bennem a férfit. Köszönöm szépen a figyelmet.